Leváló, könnyen lenyelhető alkatrészek, műanyagból könnyen kioldódó káros anyagok. Ez a két problémacsoport volt a legjellemzőbb, amivel találkoztak a vizsgálatok során. Az ellenőrzés középpontjában a 2-3 éveseknek szánt játékok és gyermekgondozási termékek álltak. Biztató azonban, hogy az ellenőrzés alá vont hazánkban gyártott termékek mindegyike megfelelt a követelményeknek. Nagyobb mennyiségben volt tiltott lágyítószer ezekben a műanyag, hiszen ezek műanyag játékok, tehát a műanyagban tiltott lágyítószer volt. Ugye ez hosszú távon egészségkárosodást okoz a gyermekeknek, tehát ezért fontos, hogy ezeket rendszeresen ellenőrizzük, és ezekben a termékekben nagyobb mennyiségben fordult elő, ezért kivonjuk a forgalomból. A másik csoportja a játékoknak elsősorban a plüssjátékok esetében fordult elő, hogy de akár az ilyen fa puzzle játékoknál is, hogy fulladásveszélyt okoztak, ugyanis itt az úgynevezett kis alkatrészek leválhatnak a játékokról, és ugye ezt a gyermekek könnyen szétszakítják, akár a plüss töltet is kijöhet a játékokból, vagy olyan apró leváló részek, amelyeket a szájukba vesznek, és ezáltal ugye hát sajnos akár a fulladás kockázatát is okozhatják. Ezeknek a nem biztonságos játékoknak a többsége hamisított is. A köztudatban talán kevésbé ismert, de a gyermekjátékok a harmadik helyen állnak a ruhák és parfümök után a hamisítási rangsorban. A fogyasztóvédelem, a NAV, a vámosok mellett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is részt vesz ezekben az akciókban. Az egyik része az az, hogy vannak nemzetközi együttműködések, amiben a Magyarország is, és így a magyarországi szervezetek együttműködése is aktív részesként vesz részt. A 27-28 tagállam mindegyikében folynak ilyen típusú vizsgálatok. Most például a játékokra vonatkozóan 2020 októberétől és 2020 január-februárjáig terjedően volt egy 4500 ellenőrzésből álló 24 országot érintő ilyen értelemben vett, hát ha tetszik, razzia, vagy bármi olyasmi, amiben el lehetett érni azt, hogy el lehessen különíteni a hamis termékeket, a hamis termékek gyártóit, forgalmazóit, és le lehessen foglalni azokat a termékeket. Több mint 5 millió lefoglalt termék lett az eredmény, és nagyjából egy olyan 6-7 milliárd körüli forintnak megfelelő összegben kifejezhető terméket sikerült lefoglalni. Fontos, hogy a gyermekeknek szánt játékokat és termékeket biztonságos webshopokból, üzletekből szerezzük be. Érdemes figyelni a csomagolást, a jelöléseket és akár az adott kereskedelmi egység értékeléseit is, ami ma már az online platformoknak köszönhetően bárki számára könnyen elérhetőek. A betiltott visszavont termékeket pedig a hatóságok honlapján is elérhetjük.